Már csak a kiszállításra vár az az 1400 adag étel, amit Dombóvár megújult központi konyhájában készítettek el az iskolás és óvodás gyerekek, valamint a tanárok és más intézményi dolgozók részére. A dombóvári önkormányzat több éve készült arra, hogy a régi Mávétkezde épületét hasznosítsa és centralizálja a város közétkeztetését. Ez az épület, ahol most állunk, már több négy évtizedet visszakerült Dombárváros önkormányzati tulajdonára. Valamikor ez egy Mávétkezde volt, és egy rendezvényteremmel rendelkezett az emeleten. Nagyon sok fiatal pár itt kötött esküvőt, itt vállaltak örökülséget egymásnak, és elindult az életük. Nyilván az embereket rettenetesen bosszantotta, hogy egy héten keresztül az enyészet martaléka volt ez az épület. Dombárváros önkormányzatát több éve foglalkoztatta már, hogy szervezett formában egy helyzet centralizálja a közétkeztetést. Ez elmúlt néhány évben az előző testület ezzel nem tudott mit kezdeni. Mi tavaly tavasszal úgy döntöttünk, hogy mi ezt a feladatot megpróbáljuk megugrani, és ennek mentén elkészítettünk egy közbeszerzési eljárást. Az önkormányzat 10 évre kötötte meg a nyertes céggel a szerződést. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon racionális döntés volt, hiszen Dombováron 4 helyen folyt a főzés. 4 helyen főzték azt az 1400 adagot, amelyet lefőznek ma itt most egy helyen. Ezek a konyháink sajnos nagyon elavultak voltak, rengeteg pénzt kellett volna költeni arra, hogy ilyen állapotokat lássunk, mint itt jelen esetben van. Ezen túlmenően nem szabad elragadni azt sem, hogy a humán erőforrás volt a legnagyobb kihívás, hiszen minden 4 konyhában megfelelő végzettségű alkalmazatokat kellett volna biztosítanunk. Azt gondolom, nem piaci szereplő az önkormányzat, ezért azt a pénzt, amiért eljöttek volna hozzá a szakácsok dolgozni, mi nem tudtuk volna minden 4 helyen megfizetni. Ezzel a nagy hátrányunk, ami tisztában voltunk, ezt próbáltuk meg leküzdeni ebben a formában. A jelenlegi konyhát üzemeltető cég az összes dolgozónkat átvette, és mindenki számára megélhetést biztosít, amit ezután is szeretnék nekik megköszönni. Jelenleg a dombóvári gyerekek számára, illetve a dombóvári munkatársak számára adott egy lehetőséget, a gyerekek számára azért, mert egy új környezetben, egy új technológiai környezetben, modernebb étlapok megteremtésével tudunk jobb minőségű készételt előállítani a gyermekek számára. Azt kell tudni, hogy gyakorlatilag, ha visszafelé indulunk a Késvilla kanál pohártól, egészen az üstig, amiben az étel készül, az épület eléből csempéig minden megújul, ez egy nagyon fontos kritérium volt az önkormányzat számára. A dombóvári munkavállalók számára azért, mert ez a konyha nem csak a napi szinten, ami ma 1400 főt szolgáltunk ki, tud ellátni, hanem ennél akár ennek akár a kétszeresét is. Az 1400 fő az azt jelenti, hogy 1400 adag ebéd, ezek 99%-ban dombóvári bölcsödések, óvodások és iskolások, amire még nagyon figyelünk, hogy kérés volt az önkormányzat részéről az étlapnak a beltartalma, plusz zöldség és gyümölcsbevitel, amit szintén az étlapon beillesztettünk, és egy magasabb beltartalmú étlapot kért az önkormányzat. Beltartalom ez azt jelenti, hogy ételekben úgymond egy picit drágább ételeket, ami drágább alapanyagokat tartalmaz, és zöldség-gyümölcsbevitelben pedig növeljük a számot meghatározott mértékben, amit egymás között lefettünk szerződésben. Változatlan maradt a szülő által fizetendő térítési díj az oktatási és nevelési intézményekben, és azt nagyon fontos elmondani, hogy ez az összeg, amit fizet a szülő egy 3-szori étkezésért, az a teljes szolgáltatási díjnak csak egy része, mert ebbe a másik fejét az önkormányzat az bepótolja, tehát nem 500 forint egy napi étkezés, hanem csak 500 forintot fizet a szülő. Nem csak az étlapot modernizálták és berendeztek egy 21. századi konyhát, vállalták, hogy az épület egyéb részeit is felújítják. Pályáztatásnak feltétele volt az, hogy az emeleten található korábbi rendezvényteremnek a felújítását is vállalja a nyertes szolgáltató, és 10 évig hasznosítja. Szintén meg fog újulni egészen a bejárattól az utolsó kiszolgáló térig. A működési modell az az, hogy lent ebben a konyhán lefőzzük az ételt, és a rendezvényre pedig felvisszük, és ott pedig kiszolgáljuk. Ez szintén egy olyan élettér, egy olyan helyszín, ami a környékben lévő lakosságnak az igényét ki tudja szolgálni, és az önkormányzattal együtt közösen dolgozunk még azon, hogy parkolóhelyet hogyan fogunk tudni megvalósítani, az épület külsejéhez hogyan fogunk tudni hozzányúlni. Én azt gondolom, hogy az épület külseje nem volt kritérium, de ennek a beruházásnak is a végére fogunk érni, ennek a naptári évnek a végére.
A rendezvényterem felújítása a tervek szerint június 30-áig befejeződik.